szép lassan folytatnánk, mert ugye amiről beszéltem, ennek a szünetnek is nagy értéke van, amikor egy kicsit a fehér asztal mellett leszünk a asztalatokat. Folytatnánk is az előadást a IP kamerákkal, mert azért a videóban körülbelül 10 évvel ezelőtt elindult az IP technológia. 2013-ban tört át azt a lélektani határ árban, hogy igen, hogy hányadban lehetett elkezdeni értékesíteni ezeket az IP kamerákat. Nézzük meg, hogy most 2017-re hova fejlődött ez a technológia és a munka. Ez a mostani témán az IP kamerák újdonságaival fog szólni, ebből emelnék ki egy pár dolgot. Tartalom nagyjából a frame rate-ről, így a képváltásból fog állni. Az identifikáció újdonságokból, illetve pár hasznos trükköt is bemutatnék. Kezdjük először a frame rate-tel, hogy mi is az egyáltalán, hány FPS, ugye sokszor halljuk szakmai kifejezésben. Itt jól látszik, hogy bal oldalt van egy 30 FPS-es kamera, jobb oldalt egy 15 FPS-es, lent egy 7 és egy FPS-es kamera itt a lenti kis videón. És jól látszott, hogy a 30 FPS és 15 FPS között nagyjából alig volt különbség. Mindjárt megmutatom újra ezt a dolgot. Indítom újra. És igazából azt kell megfigyelni ilyen felhasználásnál, hogy 30 FPS és 15 FPS között alig van különbség jóval. 7 FPS és 1 FPS-nél már jóval feltűnő ez a különbség, ez a képvisítési frekvencia, de 30 FPS-nél, illetve 15 FPS között alig mentő észre különbség. Amitől ezt ki tudjuk használni, hogy a frame rate és a megabit per szekundumok összefüggnek, és ez összefüggésben van azzal, hogy mennyi tárhelyre lesz szükségük. Ugye 30 FPS-nél jól látszódik itt, hogy körülbelül 8 megabit per szekundumot használ egy kamera. Egy 15 FPS-es kamera, ami már így van beállítva, az ennek a felét, és 5 FPS-nél megint körülbelül ennek a harmadát fogja használni, és ez ugyanúgy tárhelyben is megmutatkozik, hogyha 15 FPS-re fogjuk beállítani, akkor fel annyi tárhelyet fog igényelni nekünk ez a kamera. És ami még fontos ebben az dologban, hogy a frame rate és az árak között is van egy jókora összefüggés, ami egy mínusz 40%-ot jelent. Van a termékkínálatunkban most több olyan kamera, a D3215, és illetve az L3215, ami az L32, aminek van egy olyan megfelelődés, hogy 25 FPS tud, de ezek csak 15 FPS tudnak alapból, és ezeknek az árkülönbsége közel 40%. És ez jól látszódik, ezért az árkülönbségért igazából lényegi változást nem feltétlenül kapjuk ezeken a videókon, amit utána a végfelhasználó vissza fog tekinteni. Szóval lehet, hogy megéri az ügyfélnek ezeket is ajánlani, ezeket is alapul mindig raktárkészleten vannak ezek a termékek. Megéri egy tesztelésre is elvinni, mit tudnak. És igazából, ami a megfelelő frame rate választásra terelni a figyelmet, hogy hogy válasszuk ki ezeket a frame rate-eket, mert valahol ugye 30 FPS-re van szükségünk, valahol 15 FPS-re, de így megnyerjük ugye a dupla-annyi tárhelyet, és mi alapján válasszuk meg ezeket a frame rate-eket. Tehát elsősorban vegyünk figyelembe a mozgásirányt. Hogyha úgy történik a mozgás, hogy a kamerának a bal és jobb oldaláról vándorol egy kép, akkor ez a frame rate változásnál jóval feltűnőbb, mint hogyha szembe közlekednének a kamerával szemben. Ha szembe jönnek, akkor folyamatosan sokkal nagyobb, úgy sokkal mozgóképesebbnek tűnik a felvétel, mint ha oldalra történne ez a mozgás. A kameraszenzor minőség is befolyásolja ezt a dolgot, hogy milyen frame rate-et válaszunk, vagy az éjszakai fényviszonyoknál vannak olyan dolgok, ahol inkább magasabb frame rate-et kell választanunk, de hogyha például egy szembe jövő autó fénye elvakítja, egy reflektor elvakítja ezeket a kamerákat, akkor lehet, hogy praktikusabb lejjebb venni ezeket a frame rate-eket. Ugyanígy a megvilágítás, amiről már előbb is beszéltem, ez befolyásolja, és próbáljuk meg igazából a rögzítő lehetőséget adnak arra, hogy különböző frame rate-eket használjunk különböző szituációkhoz is. Nem kell ugyanahhoz ragaszkodnunk, lehet, hogy a kiskertben elég 15 FPS, vagy még 5 FPS is, de lehet, hogy mondjuk a bejárat rajtónál, vagy akár valahogy több mozgál,
mozgásban, több a vízszintes mozgás úgymond, ott beállítok egy nagyobb FPS-t, de ezekkel mindig, hogyha lejjebb leszünk, mindig tárhelyet nyerünk, már a 2-4 megapixeles kameráknál azért jóval oda kell figyelnünk, hogy mennyi tárhelyet fogunk használni, és mennyit szeretne az ügyfelünk visszanézni. Be tudjuk állítani ugye a rögzítőkön, hogy a helyi visszanézés, hogy milyen streamen történjen, a rögzítés milyen streamen történjen, ezek mind beállítás függőek, érdemes ezekkel egy kicsit játszani, hogy az ügyfeleknek olyan dolgot tudjunk ajánlani, ami megfelelő a megoldás az ő problémájára. Itt láthatok pár ilyen frame rate kiválasztás, ami nagy átlagban szoktunk alkalmazni. Látszik, hogy egy kaszinónál, hogy nagyobb pénzmozgás van, egy gyors pénzmozgás van, ott érdemes egy ilyen 30 FPS-es kamerát alkalmazni, mert az sokkal jobban látszódni fognak rajta a dolgok. Egy pénztárban banknál, ahol már kevesebb a mozgás, hát egy 15-20 FPS-en is ugyanúgy ez fog látszódni. Egy gyilkocsi közlekedésnél is előbb láttuk a videón, egy 15 FPS már bőven megfelelő, nem szoktunk ennél magasabbat javasolni, főleg a parkolóknál szoktuk ezt tanácsolni, de egy gyilkocsi közlekedésnél már 5 FPS-nél is olyan képet kapunk, amit akár képre azonosítható, kivéve, hogyha kapuszti van rajta és elhagyhat arra sárga az arca, de ezzel nem fog nyerni se az FPS-sel, semmivel nem fog tudni sajnos rajta változtatni, de 5 FPS bőven jó egy ilyen gyalogos közlekedésre. A parkoló térfigyelő kameráknál, ahol tényleg csak az a fontos, hogy ki hagyta el, hol hagyta el, elhagyta el azt, ki ment oda esetleg, ez már egy 1 és 3 FPS között is bőven látszódik, nem kell ennél többet használni. És igazából, itt Laci is említett, én dolgoztam a Mercedes gyárba is, és ott is a kamerák nem 50 FPS-re vannak beállítva, elárulom, hanem van, ahol 5 FPS-re vannak beállítva, 6 FPS-be is, egy nagy multinacionális cégnél, mert a hálózaton nagyon sokat lehet nyerni ezzel a sebességgel, és bőven elég ott az a megoldás egy multinacionális cégnél, hogyha ez egy végfelhasználónál van, egy kis családi házban, akkor nem is kellene mondani az előnyöket. Alacsony aktivitású területen megint lehet 1 FPS-t használni, ez tényleg az, ahol már alig van mozgás, és éppen ott csak egy figyelmet kell generálnunk a kamerarendszerünkkel. Az Identity Vision újdonságok ebben a témában az, amit előbb már említettem, a D3215, illetve az E3215 kamerák, amik úgy néznek ki, mint a nagytesói 25 FPS-sel, de ezt a 15 FPS-es felbontást tudják képmagapixelen, de mondom, az áruk 40%-tól olcsóban szerintem egy elég döntő tényező. Illetve van még egy új típus, az E3204, ez egy 25 FPS-es kamera, ez egy új kameraháztókozást kapott most a kínálatban. IP rögzítő újdonságok, amik bejöttek, ezek már kaphatóak körülbelül 1-2 hónapja a címben, mégis gondoltam, hogy bemutatom itt. Az ő tulajdonságai legfőképpen abban tűnnek ki a többi, hogy már fel vannak vértezve ezzel a H265 tömörítéssel, ami azt jelenti, hogy 40-50%-ot is meg tudunk spórolni a tárhelyen, illetve, hogyha még ez sem lenne elegendő, akkor ezekben a rögzítőkben 4 darab HDD-t, illetve 8 darab HDD-t is bele tudunk tenni, ami szerintem elég nagy elő olyan helyen, ahol emiatt nem kell egy PC-t alkalmaznunk, ami egy PC rögtön 200-300 ezer forinttól kezdődik, nem kell mást alkalmaznunk. Ebből a rögzítőben ugyanazokat a tulajdonságokat érjük el, mint a másik rögzítőben, de hogyha erre van igény, az ügyfél szeretne mondjuk 1-2 hónapot rögzíteni, és erre a jogi követelmények megfelelnek, ugye ezt mindig szem előtt tartjuk, akkor bőven elegendő egy ilyen rögzítőt vásárolni, és 4 darab HDD-t. Ezek a rögzítők tudnak mindegyik már HDD tükrözést, ami azt jelenti, hogy biztonságban tudjuk a felvételeinket, hogyha 2 darab HDD-t használunk minimum, akkor az egyiket egy ilyen mentés funkcióval fogja felvételezni. Nem egy rajt képesség, de már bőven elegendő szerintem itt a végfelhasználói szférában. Amit még itt kiemelnék, kicsit gyorsan, ezek hasznos trükk, amiket mi alkalmazunk, hogy ti is lássuk belőle egy picit. Amit én sokszor szoktam használni, ez az Navigator nevű kis programocska, amivel a hálózati IP címeket lehet kameráknál könnyen megváltoztatni IP kameráknál, illetve a CMS program, amiben mindig tanácsom, hogy töltsétek a legújabb verziót, ami az oldalokban mindig elérhető, ez körülbelül egy-két havonta frissítjük, és ezzel érhetőek mindig a legjobb specifikációk, a legjobb tulajdonságok, a legjobb kompatibilitás, úgyhogy javaslom, hogy ezeket töltsétek és mindig frissítsétek. A másik, amit szoktunk alkalmazni, elég sűrűen Szapri Tamás kollégám ajánlotta nekem is, az Netset Man nevű program.
program, igazából ez arra szolgál, hogy a hálózati alapértelmezésünket változtassuk meg, az IP címünket változtassuk meg a hálókártyánál, és hasonló dolgokat egy-két kattintásra, nem kell belefújnunk a vezérlőpultban, a hálózati paraméterekben, hanem ezt egy kattintással meg tudjuk tenni. Illetve amit még szoktunk alkalmazni elég sűrűen, hogyha van egy olyan telepítés, ahol önök kamerákat szerelünk fel, főleg IP kamerákról beszélek, akkor importáljuk, exportáljuk, egy kamerán létrehozzuk ezeket a beállításokat, és a másikakra csak átmásoljuk ezeket a beállításokat, mert ezek sokat segítenek, órákat lehet ezzel spórolni, és ezek megbízhatóan működnek ezek a funkciók, ezek a CMS-ből is elérhetőek már alapvetően, illetve a kamerákról is ezt beállítható elemet, egy kis CMG-fájt, és ezt vissza lehet tölteni a másik kamerára. Illetve amit még szoktunk ajánlani az ügyfeleinknek, az Mikrotik routerboardnak a használata. Ez egy router-OS-en felszerelt kis Mikrotik router, igazából van POE be és kimenete is, a programozásokat lehet másolni, mi nagyon sok telepítésnél ezt alkalmazunk, mostanában létrehoztunk egy alapvető profilt, és a telepítőnk csak kimegy, és megkapja ezt a mikrotikes routert, a hálózati kamerákon se kell már IP címet beállítani, hanem kiossza a portok alapján az IP címet, teljesen megbízhatóan működnek, a TP-Link routereknél, amiket ugye gondolom sokan ti is használtok, pár ezer forinttal drágábbak, szóval érdemesebb egy kicsit belemélyedni. Amit még szeretném felhívni a figyelmet, hogy tartok oktatást is a pécsi és a budapesti irodában is, és hogyha akármilyen kérdésetek van, vagy szeretetek megismerni ezeket az új termékeket, akkor jelentkezzetek, küldjetek az identification software a www.nds.hu-ra, vagy az info.nds.hu-ra, és állunk jelentkezésnek, felhívunk titeket, hogy megbeszéljünk egy időpontot, gyertek be az irodába nyugodtan, és meg tudjuk mutatni ezeket a dolgokat, akár gyakorlati képzés keretében is. Amire most áttérnék, az a Grundig rendszer, kérnék egy fél pillanat türelmet.